Elektroszmog terhelés sokszor olyan helyről érkezik, amire nem is számítunk. Tehát ha van egy épületünk, amiben vannak lakások egymás mellett, tehát egyes lakás, kettes lakás, hármas lakás, és ez mondjuk az emeleten van valahol, tehát ez az emelet, akkor érdemes azt is megvizsgálni, a kettes lakást vizsgáljuk most, érdemes megvizsgálni, hogy a szomszédos helyiségekben mi történik. Mert ha most az egyes helyiség egy trafóház, az egy nagyon kemény terhelés onnan nézve, és ennek a falnak nagyon sok árnyékolás kell tudnia, hogy ez a nagy erős terhelés ne jusson át a belső terünkbe, ha itt éppen mondjuk egy hálószoba van. A másik oldalról is érdemes megvizsgálni, mert ott meg lehet, hogy a falon van egy erőteljes elektromosságot okozó készülék. Ez lehet sok minden, a tévétől, a számítógéptől, a wifi-től, a routerekig, a mikrohullámosítóig, de minden esetre ezek is adhatnak terhelést erre felé, a mi lakásunk felé, vagy a mi irodánk felé, vagy a mi hálószobánk felé. Tehát érdemes megvizsgálni, hogy a környező helyiségek, környező lakások, környező funkciók milyenek, és akkor ugye ugyanott van még, hogy föntről mi érkezik, illetve alulról mi érkezik, tehát az alsó és a felső szomszédjainkat is érdemes kideríteni, hogy mit végeznek, milyen funkció, milyen tevékenység zajlik, hiszen ezt a helyiségeket kell védenünk valahonnan, de nem tudjuk, hogy innen kell védenünk, vagy a másik helyiség felől, vagy az emelet felől, vagy a alsó szintek felől, de minden esetre ennek a térnek valamilyen védettséget kell adjunk, de ahhoz ismerni kell a terheléseket, meg hogy milyen irányból érkeznek.